Diploma. Több mint 230-an tettek sikeres záróvizsgát a Dunaújvárosi Főiskolán, közülük 130-an vehették át diplomáikat. Vagyonőrképzés. Sikeres vizsgát tettek a hátrányos helyzetűek a vagyonőrképzésen. Foglalkoztatásuk augusztus végéig biztosított. Nemzetek csatája. Több nemzet sportolója lép ringbe a küzdősportgálán, amelynek szombaton a Dózsa-György tér ad otthont. Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. Megtartotta nyári diploma átadó ünnepségét a Dunaújvárosi Főiskola. Idén összesen 237-en tettek sikeres záróvizsgát, közülük 130-an diplomát, 107-en pedig záróvizsgaigazolást kaptak. Büszkék vagyunk Önökre, az Önökkel elért közös sikereket. Ezekkel a szavakkal köszöntötte a végzős hallgatókat András István, a Dunaújvárosi Főiskola rektora az intézmény nyári diploma átadó ünnepségén. A végzettek között vannak mérnökök, informatikusok, közgazdászok, műszaki menedzserek, mérnöktanárok is. Nagyon jó érzés volt, amikor mindannyian a diplománkat a magasba tartottuk, igazából ez a 3 évnek az összes küzdelmét és jó élményét magába foglalta. Nagyjából ezt éreztem. Hát már most félek attól, hogy ezután unatkozni fogunk, mert eddig nem unatkoztunk egyáltalán. Nagyon-nagyon hiányozni fog minden, mindenki, és biztos, hogy visszajárunk. A diploma átadó ünnepségen részt vett Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöke is. Hangsúlyozta, büszke a főiskolán végzett hallgatókra, hiszen bármilyen munkahelyen megállják a helyüket, ezzel öregbítik az intézmény, valamint Dunaújváros hírnevét. Ők viszik a város jó hírnevét, szép emlékekkel távoznak tőlünk, úgyhogy én biztos vagyok abban, a jövőben is ez így marad. És ha éppen az elmúlt hetek eseményére gondolunk, ahol a főiskola és a város a HÖK-kel együtt közösen rendezte meg a Dudikot, ami már kinőtte magát egy országos rendezvényé, akkor örültem a mai napnak, hiszen itt volt mindenki, aki számít, a támogatók, a szponzorok és a teljes városvezetés. Palotás Béla rektor helyettes kiemelte, a hallgatói sikeresség támogató projektnek köszönhetően csökkent azoknak a hallgatóknak a száma, akik a nyelvvizsga hiánya miatt csak záróvizsgaigazolást vehettek át. Plusz órákat tartunk, külön mentorok segítik a hallgatók munkáját, tehát arra odafigyelünk, hogy igenis ne hagyja itt az alma mátert, hanem folyamatosan tanuljon és készüljön fel a hivatására, és ennek meg is van az eredménye. A Dunaújvárosi Főiskolán idén is két részre bontották a diplomát. Átadó ünnepséget. Idén összesen 237-en tettek sikeres záróvizsgát, közülük 130-an diplomát, 107-en pedig záróvizsgaigazolást kaptak. Tovább foglalkoztatás. Megkezdődött a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében a személy és vagyonőr OK-es végzettséget szerzők foglalkoztatása. A program augusztus 31-ig tart, amelynek köszönhetően a gyakorlati idő megszerzése után szeptembertől a foglalkoztatottak nagyobb eséllyel indulhatnak a munkaerőpiacon. Gyakorlatilag megrendelő is szerepel az interneten. A személy és vagyonőr OK-es képzettséget szerzők tovább foglalkoztatásáról gondoskodott városunk, Roma Nemzetiségi Önkormányzata. Itt tölti gyakorlati idejét a képzés egyik résztvevője, Major Andrea is, aki elmondta, jelenleg augusztus 31-ig foglalkoztatják, viszont bízik abban, hogy ezt követően lesz lehetősége a szakmában elhelyezkedni. Én mindenféleképpen szerettem volna ezt elvégezni, volt el most egy lehetőség itt a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál. Éltem ezzel a lehetőséggel, és március 2-től május 6-ig tartott ez a tanfolyam. Sikeresen levizsgáztam, és a másik, hogy így tovább tudtak minket tovább foglalkoztatni, ennek már nagyon örültem. De nekem van egy szokás, OK-estetás konferenszom, egy főiskolai vallás, egy főiskolán végeztem. A képzést lezáró vizsgán 12 fő végzett eredményesen, és juthatott szakképesítéshez. Közéjük tartozik Mendi Dániel is, aki jelenleg a Munkás Művelődési Központban látja el a vagyonőri feladatokat. Mint mondta, hálás azért, mert lehetőséget kapott ennek a szakmának a kitanulásához, majd a bizonyítvány megszerzéséhez. Szeretek foglalkozni emberekkel, szeretek olyan dolgot elvégezni, amiben fontos vagyok, és jó érzésre tölt el, hogy biztonságban érezhetik maguk mellett, esetleg az én védelmem által,
az emberek magukat. A Tűr István Képző és Kutatóintézet által kezdeményezett képzésen az elméleti és a gyakorlati oktatás is az elsajátítandó tananyag része volt. A két hónapos oktatást egy központilag összeállított vizsga zárta. Mivel ez OK és tehát országos képzés volt, a vizsga feltételek, illetve a vizsga kérdések országosan kidolgozott program alapján készült, országosan összeállított vizsgabizottság jött le vizsgáztatni. Elméleti tanárt a TKKI által, tehát Székesfehérvárról kapták, aki az elméleti részben felkészítette őket. A gyakorlati helyszínt és a gyakorlati oktatást azt mi, tehát a mi cégünk biztosította. A személyes vagyonőrképzéssel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ezúttal 12 fő hátrányos helyzetű dunaújvárosi lakosnak tudott tanulási és pénzkereseti lehetőséget biztosítani. A gyakorlati idő megszerzése után így nagyobb eséllyel indulhatnak a munkaerőpiacon. Van egy ilyen felület, ez a magyarország.hu. Külföldre utazás gyermekkel. Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a külföldi utazások. Sokan ezeket kiskorúakkal tervezik, viszont az okmányok tekintetében náluk is vannak kötelező előírások. Ezek a gyerekek önfeledten játszanak a nyári hőségben. A jelenleg érvényes jogszabályok miatt már ők is rendelkeznek személyi igazolvánnyal. Külföldi nyaralás vagy utazás esetén az okmányok meglétével számos országba utazhatnak. Természetesen vannak olyan államok, amelyek megkövetelik az útlevelet a legkisebbektől is. Ez esetben az ügyintézési folyamatban mindkét szülőnek részt kell vennie. Gyermekek esetében mind a két szülőre szükség van, és amennyiben a két szülő nem tud személyesen jelen lenni, akkor a távol lévő szülőnek vagy másik járási hivatalban, vagy gyermekhivatalnál, vagy közjegyzőnél, vagy akár, hogyha büntetés végrehajtási intézetben tartózkodik, akkor a BV intézetben kell ezt a nyilatkozatot megtennie. Kovács Péter kiemelte, 12 éven aluli gyermekek esetén az útlevél kérelem intézésekor az érintetteknek nem kötelező megjelennie. Hozzátette, gyermekek esetében változik az okmány kiállításának díja is, ugyanis 8 év alattiak esetén 2500 forint illeték megfizetése kötelező. A személyigazolvány magyar állampolgár esetében, minden magyar állampolgár esetében kötelező. Nagyon kevesen tudják, de akkor is ki kell váltani a személyigazolványt, hogyha egy kisgyermekről van szó, legfeljebb annak az érvényességi ideje lesz rövidebb. Az útlevélnél is rövidebb az érvényességi ideje, tehát például 6 éves életkor alatt 3 évre kapják meg a gyermekek az útlevelet. Mindenféleképpen, hogyha a fogadó ország adott esetben személyigazolvány követel meg az utazáshoz, akkor személyigazolvánnyal kell rendelkezni, vagy útlevéllel. Viszont ha útlevelet, akkor a személyigazolvány nem lesz elegendő a gyermek esetében sem. Külföldi utazás esetén nagyon fontos figyelembe venni a személyazonosításra alkalmas okmányok, mind a személyigazolvány, mind pedig az útlevél érvényességi idejére vonatkozó határidőket. Továbbá utazás előtt ajánlott utána nézni a fogadó ország erre vonatkozó aktuális jogszabályainak is. Megkezdődött a Bartók Kamara Színház 2015-ös őszi előadásaira a bérletárusítás. Az intézmény változatos előadásokkal készül erre az időszakra is, amelyre az érdeklődők július 31-ig kedvezményes áron válthatják meg bérletüket. A lakást apukám kapta Ceausescu elvtárstól. Vagy hát a várostól. De a város is Ceausescu elvtársai volt. Már vásárolhatók a bérletek a Bartók Kamara Színház őszi előadásaira. Az intézmény művészeti vezetője szerint az előző évadok tapasztalatai azt mutatják, olyan nagy számban fogytak a bérletek, hogy az egyes bemutatókra csak korlátozott számban tudtak jegyet biztosítani az érdeklődőknek. Az őszi bérletről kellene néhány szót ejteni, hiszen a tavaszi bérletünknek olyan nagy, bocsánat, hogy sikerszót kell használnom, de végül is azt mondom, hogy 3 éve még csak 2 bérlet volt, tehát a Bartók bérlet és a Kodály bérlet, és ahhoz csatlakozott ugye a Petőfi bérlet pont 3 évvel ezelőtt ősszel, és most már gyakorlatilag mind a 3 bérlet megtelt, tehát gyakorlatilag mind a 3 teltházas bérlet szinte, alig-alig lehet jegyeket kapni, tehát arra gondolok, hogy tavasszal milyen sokan bérletet vettek, úgy gondolom, vagy remélem, hogy ősszel is ez lesz. Az őszi bérlet változatos előadásokat kínál a kikapcsolódásra vágyóknak, így többek között táncjáték, tragikomédia és komédia is a repertoár részét képezi.
Ezek mellett a bérlet részeként továbbra is megtekinthető lesz az Anconai szerelmesek, illetve a gyerekeknek szóló HEP című cirkuszi bohócjáték is. Azok a bérleteseink, akik eddig velünk tartottak, az idei áron, tehát az eddigi árakon tudják megvásárolni. Július 31-ig fenntartjuk nekik természetesen a helyeket, és lefoglalhatják, megvásárolhatják, és utána ugye ősztől pedig már egy kicsit emeltebb áron kaphatóak. A kedvezményes vásárlási határidőt követően az érdeklődők továbbra is hozzájuthatnak a bérlethez, ebben az esetben viszont mintegy 10%-os áremelkedésre kell számítani. Ez egy különleges rendezvény, így jellemezte a Nemzetek Csatája elnevezésű küzdősportgálát Rozman István szervező. Az esemény sajtótájékoztatóján ismertették a viadal hivatalos programját, valamint a fontosabb tudnivalókat. A dunaújvárosi Szeri Attila és az ugandai Kimera Faruk vívja a Nemzetek Csatája elnevezésű küzdősportgála főmérkőzését. A szombati megmérettetésen azonban nem csak ők, hanem 26 másik versenyző is szorítóba lép. A 14 összecsapást magába foglaló gálán két címmérkőzést is láthatnak az érdeklődők. Ez egy különleges rendezvény, ami a dunaújváros és környékén, sőt az országban se volt. A gála főszervezője Rozman István kiemelte, a rendezvény színvonalát mutatja, hogy nem csak a környező országokból, hanem más kontinensről is érkeznek versenyzők. A Nemzetek Csatája annét indult, hogy ez különböző kontinensekről is jönnek versenyzők, tehát itt is vannak most is Ugandából, Afganisztánból lesz versenyző, Ausztriából, Boszniából, Szerbiából és Törökországból. Az eseményen K1 Thai box, valamint boxmérkőzéseket is rendeznek. A dunaújvárosi kötődésű Sulák András ökölvívás kategóriában 76 kilós súlycsoportban lép a kötelek közé. Mint mondta, a felkészülés alatt akadtak problémái, de ezek ellenére bízik a győzelemben. Nekem március végén volt egy mérkőzésem, ott sajnos megsérültem, eltört az állam, és a előírt 6-7-es pihenőtér lerövidítettem 4 hétre, és elkezdtem az alapozó edzéseket, úgyhogy csináltam egy 6-7-es alapozást, és utána viszont elkezdődött már így a közvetlen élesítés a meccsre, feljártam Pestre kesztyűzni, a baromi sokat, egy 60-70 menetet azért tudtam kesztyűzni. Stankovics László a sportbizottság elnöke kiemelte. Örül annak, hogy hosszú idő után Dunaújváros ismét egy rangos nemzetközi küzdősportgálának adhat otthont. Nagyon szeretném, ha Dunaújváros ismételten a küzdősporttól és a boxról is híres lenne, illetve a sportvárosa címet ismételten elnyernénk. A mozitérre lesz, mint ahogy említettük a sajtótájékoztatón, és én nagyon remélem, a visszajelzések alapján óriás az érdeklődés, hisz mivel az önkormányzat pályázat útján megpályázták ezt a rendezvényt és pénzt kaptak, ezért ingyenes lesz, és mindenki megnézheti ingyen is bérmentve ezt a szombatesti gálát. A Nemzetek Csatája elnevezésű viadal június 27-én szombaton 7 órakor kezdődik a Dózsa mozi előtti téren. Egy jó mérkőzés lesz. Szombaton a nap első felében napos, gyengén felhős idő lesz. Délután megnövekszik a felhőzet, ám zápor csak itt-ott alakulhat ki. Élénk lesz az északnyugati szél, 27 fok körül alakul a nappali hőmérséklet. Főbb híreink következnek, még egyszer, röviden. Diploma. Több mint 230-an tettek sikeres záróvizsgát a Dunaújvárosi Főiskolán, közülük 130-an vehették át diplomáikat. Vagyonőrképzés. Sikeres vizsgát tettek a hátrányos helyzetűek a vagyonőrképzésen. Foglalkoztatásuk augusztus végéig biztosított. Nemzetek Csatája. Több nemzet sportolója lép ringbe a küzdősportgálán, amelynek szombaton a Dózsa György tér ad otthont. Véget ért hírműsorunk, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával.